Abszolút normális, egészséges motiváció, és ez semmiképpen nem bűnös szándék önmagában. De a kivitelezés módja azért legfinomabban szólva is hagy némi kívánni valót maga után, oly módon, hogy a törvényjavaslattal szembeni egyetlen lehetséges reakció az a tiltakozás. Hát tisztelt képviselőtársaim, az előterjesztők ennyirevel azt is beleírhatták volna üzenve az ellenzéknek, a jelenlő szervezeteknek, ellenzéki pártoknak, hogy Isten hozott mindenkit a mészárszéken. Ez a javaslat ellen pillanatban, jelen formájában az ellenzék háttérbeszorítására, minimalizálására, politikai értelmű lemészállására irányul. És hangsúlyozom, hogy itt nem, vagy nem elsősorban nem csak a Jobbikról, hanem általában az ellenzékiségről, az ellenzéki pártokról beszélek. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a jelenlegi szabályozás az egyéni és a kompenzációs mandátumok között durván egy 60-40%-os arányt rögzít. A benyújtott törvényjavaslat egy 70-30%-os arányba tolná el ezt, amit úgy érzem, hogy semmi nem indokol. A benyújtásra kerülő módosító indítványunkban mi az országgyűlési választási rendszert alapul véve, ahol ugye jól tudjuk, hogy a listás és az egyéni bekerülés aránya 55-45%-os, mi e felé szeretnénk eltolni az egyéni javára, de az arányosságot sokkal inkább szem előtt tartva saját javaslatunkat. Ugyanis, hogyha egy nagyon rövid modellszámítást végzünk, akkor azt látjuk, hogy egy 10.000 és egy 25.000-es lakosságszámú település esetében, amennyiben a párt preferenciák egyéni jelöltekre való áthúzódása miatt, ami 20 éves veretes tapasztalata a magyar választási rendszernek, az egyéni győztesek egy és az ugyanazon párt köréből kerülnek ki, akkor egy 40%-os eredmény mellett, vagy eredményhez képest egy 30-35%-ot elért ellenzéki párt, mivel nem tud egyénieket bejuttatni, gyakorlatilag teljes mértékben súlytalanná válik, bár ennek az ellentételezésére a bizottságban is megfogalmaztam egy javaslatot, amit néhány percen belül meg fogok osztani a tisztelt országgyűléssel is. További súlyos problémákat vet fel az ajánlási rendszer és a kompenzációs lista állítási szabályainak teljesen indokolatlan szigorítása. Hát most, ha kicsit próbálnék humorizálni, akkor azt mondanám, hogy az amerikai tanulmányutak kezdenek beérni, ugyanis itt a Fidesz-KDNP a George Bush-féle megelőző csapásmérés eszközeihez nyúlt, ugyanis már azt megpróbálja megakadályozni egyáltalán, az ellenzéki jelöltek rajtkőhöz állhassanak. Ezt a világon semmi nem indokolja, ez különösen a főváros esetében aggályos, hiszen az eddigi 0,5%-ról 2%-ra nevelik az ajánlószelvények szükséges számát, amely egyrészt úgy hiszem egy újabb rendezetlen kérdést hoz felszínre. Egyrészt az ajánlószelvények gyűjtése körül kialakult rendkívül súlyos problémákat, akár azt is mondhatnám némi sarkítással, hogy az ajánlószelvények árfolyama ezek után az egekbe fog szökni. És jó lenne ezt nem figyelmen kívül hagyni. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszer ebben a részében megfelelőképpen garantálja azt, hogy csak a valós és számottevő társadalmi támogatottsággal rendelkező pártok, illetőleg jelölő szervezetek indíthassanak jelölteket. Nincs valós indok annak, hogy a szükséges ajánlószelvény limitet megemeljük, és teljesen indokolatlan, hogy az eddigi egynegyedes, illetve a fővárosban a 6 fővárosi kerületre kiterjedő mértékről kétszeresére emeljük a kompenzációs lista állítás feltételeit is. A legnagyobb probléma mindezeken túl azonban még azt kell, hogy mondjam, nem is ezzel, vagy nem csak ezzel, hanem leginkább a javaslat 15. szakaszának a második bekezdésével van, amely úgy gondolom, hogy csont nélkül alkotmányellenes. Hogyha ezt így elfogadja a tisztelt ház, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a most még hatályos helyi választási törvény a rendszerváltásnak csúfolt módszerváltás hajnalán született, ez a törvényjavaslat pedig könnyen a demokrácia alkonyát jelentheti, könnyen alkonyzónába helyezheti, zárójelbe teheti a demokráciát. Ugyanis a kompenzációs listának ebbe az irányba történő elmozdítása, illetőleg az az intézmény, hogy bizonyos szavazatok, bizonyos terjedelemben akár kétszeresen számítanak, azt eredményezi, hogy az előzőekkel összefüggésben a kompenzációs lista jelentősége gyakorlatilag, az ellenzék jelentősége gyakorlatilag minimálisra csökken, és gyakorlatilag a kompenzációs lista is megsemmisül. Hiszen amellett, hogy egyéni jelöltek kerülhetnek ki többségében egy azon pár köreiből, és most szándékosan nem mondok konkrét pártot, hiszen ez ciklusonként erősen változó lehet, gyakorlatilag az 50% feletti győzelem esetén
bizonyos hányadú szavazat számít a kompenzációs listán is, tehát még azt a maradék lehetőséget is elveszi a mindenkori ellenzéktől, hogy legalább a kompenzációs lista egy kicsit a kiegyenlítés célját szolgálja. Tisztelt hölgyeim és uraim! A törvényjavaslat mostani formájában az önkormányzatok és az önkormányzatiság trianonjával egyenlő, hiszen rendkívül súlyos, és ilyen formán, ilyen megfogalmazásban és ilyen módszertannal indokolatlan csonkításokat tartalmaz. Tehát megismétlem azok kedvére, akik esetleg nem tartják tiszteletbe azt, amit én tiszteletbe szoktam tartani, hogy meghallgatok minden véleményt és minden képviselőtársamat. Megismétlem, tehát a törvényjavaslat jelen formájában az önkormányzatok trianonjával egyenlő, mert rendkívül súlyosan csorbítja és csonkítja az ellenzéki jogokat. A kidolgozott javaslat azért sem fogadható el, mert az előbbieknek megfelelően kirívó aránytalanságokat tartalmaz, emellett kidolgozatlan, nem láttuk a róla szóló elemzéseket, nem láttuk azokat a szakmai vitákat, amiről Kósa Lajos képviselőtársam beszélt, erről szóban hivatkozott, de az írásban sehol nem jelenik meg. Méltatlan az is, hogy ilyen horderejű kérdésben ilyen rövid idő alatt kell dönteni az országgyűlésnek. Túl azon, hogy egyetértek azokkal a gondolatokkal és véleményekkel, hogy semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a jelenlegi ciklust legalább 2 évvel kitoljuk, hiszen 2006-ban a magyar választópolgárok 4 évre választottak polgármestereket és testületi tagokat, tehát azt mi sem támogatjuk, hogy a ciklus eltolása még csak fel sem merülhet a mi gondolatunk szerint. Tehát tény, hogy meg kell tartani ősszel a választásokat, de még ezen rövid idő alatt is sokkal igazságosabb, sokkal arányosabb és sokkal inkább kompromisszumos javaslat, illetőleg törvény elfogadására nyílik lehetőség. Tekintettel a törvényjavaslat rendkívüli súlyára, kiemelt társadalmi jelentőségére, azzal a szokatlan és rendhagyó eszközzel szeretnék élni, hogy azért szólnoki beszédem vége felé megszólítsam a Magyar Köztársaság elnökét is. Bár a köztársasági elnök úr az alakuló ülésen elmondott beszédével joggal ébresztett bennem kételyeket objektivitását illetően, de jó hiszemű, jó szándékú, a demokráciában bízó képviselőként biztos vagyok abban, hogy a köztársasági elnök úr számára elsődlegesek a demokrácia fenntartásának, a demokratikus szabályrendszer betartásának követelményei, és alapos mérlegelés tárgyával fogja tenni, hogy ha és amennyiben ezt a javaslatot így fogadja el a tiszteletház, akkor aláírja-e, avagy másként dönt. Felhívom ugyanakkor tisztelt képviselő társaim figyelmét a kockázatokra és mellékhatásokra is. Jelen formájában napnál világosabb, hogy kiknek kedvez ez a törvényjavaslat. De a csillagok járása változó. Adott esetben a most elfogadandó, vagy esetleg elfogadott, majdnem elfogadott törvény visszájára fordulhat, és a fegyver visszafelé sülhet el, és nehogy az következzen majd be, hogy a mostani javaslat előkészítő és a mögött álló rendkívül erőt képviselő politikai tömörülés később a saját maga által kovácsolt kardba fog beledőlni. Ha a költséghatékonyság és a takarékosság szempontjait helyezzük előtérbe, akkor úgy gondolom, a 5 perces hozzászólásomhoz kapcsolódóan, hogy sokkal hatékonyabbak lennénk, és sokkal több pénzt tudnánk megtakarítani, hogyha más törvényekkel is foglalkoznánk. Itt most csak címszavakban említeném meg, hogy lehet azt kommunikálni majd a médián keresztül, hogy X-ről Y-ra csökkent a testületek létszáma. Ezt mindenki fogja tudni, meg fognak jelenni majd számok, 2-3...